A Fedásári Színház bemutatja Huszka Jenő, Martos Ferenc, Lili Bárónő című két felvonásos operettjét. Miért szeretünk operettet hallgatni, nézni? Mert minden lehetséges benne, ugyanúgy, mint a mesékben. A Lili Bárónő Huszka Jenő egyik legnépszerűbb operettje. Ki ne ismerné, kedvelné, az Egy kis cigaretta, a Tündérkirálynő légy a párom, az Egy férfi képe és a Gyere csókolj meg Tubicám című slágert. A fiatal illésházi gróf a birtok adósságát megörökölve és a tartozások rendezése fejében eladja az ősi birtokot, a báróságát pénzen vett malomszeginek. A gróf éppen távozni készül a kastélyból, amikor váratlanul megérkezik az új tulajdonos lányával, Lilivel, és a kissé ütődött bolondos Frédivel, a férjjelölttel. Malomszegi inasnak véli a grófot, és lánya kérésére felfogadja Komornyiknak, aki csak azért megy bele a játékba, mert első látásra beleszeret Lilibe. A csöndes vidéki kastély ódonfalai között lassan szövődik a szerelem. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy megjelenik illésházi régi szerelme Clarisse, a színésznő is, hogy visszahódítsa a grófot. Szerencsére Lilinek is van egy vőlegény jelöltje, Frédi, aki a színésznő iránt kibontakozó forró szerelmével és esetlen bájával akaratlanul is megoldja, hogy a szerelmesek többszöri szakítás és bonyodalom után egymásra találjanak. Az örökség hírére érkező illésházi vénkisasszony grófnők föllobbanó szerelme nem kíméli a kastély új tulajdonosát, báró Malomszegit sem. Az előadást rendezte Sárkány Krisztián. Közreműködik a Fedáksári Színház tánckara és zenekara. További információkat programjainkról és kedvezményeinkről Facebook oldalunkon és honlapunkon olvashatnak. www.fedakszínház.hu. Mert színházat látni itthon is lehet. Találkozzunk jövőre is!